2017-et írtunk, amikor lehetősége nyílt a Bonyhádi Kórháznak arra, hogy pályázatot nyújtson be járóbeteg ellátás színvonalának emelése érdekében arra, hogy orvostechnikai eszközöket vásároljanak, illetve elvégezzék azokat a fejlesztéseket, melyek a kiszolgáló számítástechnikai rendszert modernizálnák, és felújításokat végezzenek a rendelőintézetben annak érdekében, hogy emeljék ezzel a betegek komfortérzetét. Bár a pályázatot a kiíró befogadta, forráshiány miatt parkolópályára került. Egészen az elmúlt esztendő végéig. Talán mindenki tudja, hogy egy kórház működtetésében Magyarországon nagyon régóta a finanszírozás, az amit a biztosítótól kapunk finanszírozás, az nem nagyon fejlesztésekre, nem nagyon ad forrásokat. Ezért az egyik fő ilyen fejlesztési lehetőségünk a természetesen pályázatok. Tehát 17-ben kiírtak egy ilyen pályázatot, amire természetesen pályáztunk, hiszen a járóbeteg ellátó eszközeink, orvostechnológiai eszközeink, de akár az infokommunikációs eszközeink, a hardvereink, illetőleg az épületnek egyes részei is már azért érezték az idő, hogy érzik az idő vasfogát, tehát mindenképpen fejleszteni szerettünk volna, meg hát amúgy is az ember egy kórházban azért folyamatosan figyelje a fejlesztési lehetőségeket, és ha van ilyen, akkor fejleszten, hiszen a tudomány az rohamléptekkel fejlődik. Ez az endoszkópos torony 10 éve teljesít szolgálatot a Bonyhádi Kórházban. Bár stabilan végzi a munkáját, több társával együtt ő is új partnereket kap majd, segítve ezzel a gyógyító tevékenységet. Ezek közül kiemelnék azért néhány nagyon fontosat, talán amik nagyobb értékűek is. Elsősorban egy kardiológiai szakrendelésen használatos szív, úgynevezett echokardiográf készülék, ami a kardiológiai szakrendelés munkájához elengedhetetlen, egyébként szakmai minimum feltétel is. Ez körülbelül 40 millió kerülő összeg jelen állás szerint, de már lehet, hogy több is. Aztán ezek alapján be tudunk szerezni a endoszkópos szakrendelésünkön, tehát a gyomorbélvizsgáló szakrendelésünkön vastagbéltükröző eszközöket és valószínűleg egy gyomortükröző eszközt is. Oda még a gasztroenterológiára, vagy az endoszkópos szakrendelésre egy endoszkópos mosogatógépet, azon kívül a teljes endoszkópos tornyunkat meg tudjuk újítani, a processzortól kezdve a monitorokon keresztül minden. Ez a két, talán a két legnagyobb orvostechnológiai fejlesztés. Természetesen néztük, hogy milyen igény van a lakosság részéről, illetve hát milyen népbetegségek vannak Magyarországon. Hát a kardiológia szívérrendszeri betegségek, illetve a gyomorbél emésztőszerű betegségek az egyik ilyen nagy terület, úgyhogy ide mindenképp szerettünk volna fejleszteni. Aztán már kisebb értékű fejlesztések, de azért a röntgenben monitorokhoz fogunk jutni, a dolgozók részére sugárvédő kötényeket, szemüvegeket tudunk beszerezni. Aztán a fülorgégészeti szakrendelésünkre egy úgynevezett elektrokauter, ami az orvérzések ellátásához nélkülözhetetlen. És ezen túl néhány egyéb kisebb értékű dolog lesz, még talán kiemelnék még két sterilizálót, ami a járóbeteg ellátó azon szakrendeléseinken használatos, ahol eszközöket használunk, tehát például a sebészeten, például a fülorgégén, például a szemészeten és így tovább. De ezek mellett megújul a kórház teljes infokommunikációs rendszere is, és új padok és székek kerülnek majd a várótermek elé. A meglévő épületünk, ugye 2010-ben adtuk át, annyira nem öreg szerencsére, de a légtechnikai rendszere az elavultnak tűnik már, illetőleg néha nem is működik megfelelően. Ezt felújítanánk. Ezen kívül van egy liftünk, ami hát nagyon nagy munkát végez, hogy így mondjam. Rengeteget használják mind a dolgozók, mind a betegek, és ezért ennek a felújítását el kell végezni mindenképpen. Jelenleg a közbeszerzési kiírás megtörtént, valószínűleg november elejére hirdetni lehet majd az egyes rész kiírásokra győzteseket. Elviekben 23. január 31-ig az eszközök megérkeznek, nagyon remélem, és a projektet igazából 2023. szeptember 30-áig kell lezárni. Az ilyen állás szerint megvalósítható, de hát a mostani bizonytalan világhelyzetben majd meglátjuk. A beruházás teljes költsége meghaladja a 292 millió forintot. A kórház vezetése azt várja a beruházástól, hogy segítse a völcsék betegellátását, az itt élőknek ne kelljen messzebbre utazni a gyógyulásuk érdekében.